Jó napot kívánok! Karcagváros önkormányzata és a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett megemlékezésen. Tisztelettel köszöntöm körünkben Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Tisztelettel köszöntöm Sági István urat, a Karcagi Tankerületi Központ igazgatóját. Tisztelettel köszöntöm a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének jelenlévő tagjait. Szeretettel köszöntöm az oktatási intézmények vezetőit, képviselőit, diákjait. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, akik majd a képernyőn keresztül kísérik figyelemmel rendezvényünket. Kérem, hogy megemlékezésünk kezdetén énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt, közreműködik a Nagykun Honvéd Banda. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves diákok! A Magyarországgyűlés 7 évvel ezelőtt fogadta el azt a törvényt, amely a trianoni békediktátum aláírásának napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Karcagon 2007 óta tartunk megemlékezést az 1920. június 4-i eseményhez kapcsolódva. Az évek során irodalmi műsorral, könyvbemutatóval, az alkalomhoz illő versekkel, dalokkal, emlékező beszéddel, mécsesgyújtással fejeztük ki összetartozásunkat a nemzetünk határon inneni és túli tagjaival. A 2017-es rendezvényünk meghívóján Vas Albert gondolatát olvashatjuk. Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen. Úgy gondolom, hogy ezt a mondatot mindannyian szívünkbe véshetjük. Most kérem, hallgassuk meg Karinti Frigyes Levél kisfiamnak című írását Gánóczi Ferenc középiskolai tanár tolmácsolásában. Édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni. Neked nyugodtan írhatok, és szabadon, és őszintén. Hozzád beszélve is mégis magamhoz valamiről, amiről soha nem beszéltem, amit magamnak sem vallottam be soha, aminek a nevét soha ki nem mondtam. Most ezen a furcsa nyáron, mely úgy hat rám, mint borzongó, kényelmetlen ébredés egy tarka és bolondos álom után, először válik tudatossá bennem, hogy egész életemben kerültem ezt a szót, íme erőlködöm, és nem tudom kimondani most se, különös szemérem fog el, nem tudom legyőzni, pedig nem volnék éppen zárda szűz sevény kisasszony. Nevén szoktam nevezni nem csak a gyermeket, de a ma boldog és áldott bölcsőt is, ahonnan származik. Megpróbálom megmondani, mi az, amit érzek, akkor talán nem kell kimondani, ugye?
Különben, ha nem értenéd dadogásomat, útba igazíthatlak. De fordulj el, ne nézz a szemembe. Még nem olvastam ezt a könyvet, amiben levelem meg fog jelenni, de úgy gondolom, ama szót megtalálod benne többször is, hiszen arról szól a könyv, amit ez a szó jelent. És megtalálod régi versekben és széles szólamokban, amik most újra élni kezdenek. Én még akkor ismertem őket, mikor egy időre halottaknak tetszettek. Üresen, furcsán kongottak a fülemben. Nem értettem őket, vállat vontam. Igen, valamiről beszéltek ezek a versek, és szóltak valamiről, amiről tudtam, hogy van, mint ahogy van kéz és láb, különösen hatott rám, hogy emlegetik, mintha valaki minden lélegzetvételnél megnevezné a láthatatlan elemet, mely tüdejébe nyomul. Iskolai ünnepélyeken, tavasszal kiáltották hangosan, azt mondták nekem, hogy szeressem, kötelességem szeretni. Mintha azt mondták volna, hogy szeressem a kezemet és a lábamat. Dac fogott el, és furcsa makacság, hogyan lehetne kötelességem, hogy magamat szeressem, így szóltam magamban. Holott én nem vagyok megelégedve magammal, holott én több és jobb szeretnék lenni, mint ami vagyok, holott én gúnyolom és dorgálom magamat. S mert a földön járok, ne fordítsam szememet a csillagos ég felé, melynek nincsenek határai, csak horizontja van. S mert nem tudok ellenni étel és ital nélkül, tegyem meg Istenemmé az ételt és italt. S mert nem tudok szólani másképpen, csak így, ne hallgassam meg azt, aki másképpen szól. S ha erőt adott nekem a föld, amelyből vért szíttam magamba anyám emlőin át, ezt az erőt csodáljam a munkahelyet, melyet végrehajtok vele. Dac fogott el és makacság, embernek neveztem magam, azt kerestem, ami bennem hasonlatos másféle emberekkel, s nem azt, ami különbözik. Világpolgárnak neveztem magam, léleknek neveztem magam, mely rokon lelket keres, akárhol itt a földön, s ha kell, a pokolban is. És nem mondtam ki azt a szót. De ha házat építettek valahol Pesten, vagy Fogarason, vagy Szolnokon, vagy Kolozsvárot, megálltam előtte, és úgy néztem, mintha az én házamat építenék. És ha virágot láttam nyílni a pilisi hegyekben vagy a Kárpátokban, tudtam, hogy a virág nekem nyílt. És ha idegen emberrel beszéltem, és az idegen ember dicsérte a Lánchidat és a Dunát, és az Akteleki Cseppkőbarlangot és a Dobsinai Jégbarlangot, és a Vaskaput és a Balatonvizét, akkor lesütöttem a szemem, és zavarba jöttem, mintha engem dicsérne. És mikor Berlinben jártam, úgy csodálkoztam, és nevettem magamban azon, hogy ezek itt járkálnak és házakat építenek, mint aki álmában tudja, hogy álmodik, és amit lát, nem valóság, álomkép csak, tündérmese, játék. Játékháznak éreztem az idegen házat, csak játszották az emberek, hogy ezt ők komolyan veszik, és mikor a vendéglőben fizettem, elámultam, hogy elfogadják tőlem a játékpénzt, amit kezembe nyomtak, mikor átléptem a magyar határt. És lelkem mélyén soha nem hittem el, hogy ők komolyan mondják elasz, és alasz, és véhe, és ahimé, mikor jajt kell mondaniok. És arra gondoltam, hogy haláluk percében ők is jajt mondanak majd, mint én. A megfogható ismerős valóság ott kezdődött nekem, ahol átléptem a határt, ha életemben először jártam is arra, ahol átléptem. De nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit, valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról, arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd, Kolozsvár, és ezt Erdély, és ezt Kárpátok, meg fogod tudni, mire gondoltam. Thank you.
nehéz megszólalni a szívbe markoló gondolatok és a székelyhimnusz csodás dallamai után köszönöm mindkettőt. Felkérem Sági István urat, a Karcagi Tankerületi Központ igazgatóját emlékező beszéde megtartására. Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves emlékezők! A Nemzeti Összetartozás Emléknapja nem gyásznap, még ha szomorú időponthoz is kapcsolódik. Éppen ezért a történelmi visszaemlékezésen túl legyen alkalom a Kárpát-medencei magyarság kapcsolatainak elősegítésére, a magyarországi fiatalok külhoni magyarsággal kapcsolatos ismereteinek bővítésére, az ezzel kapcsolatos tapasztalatszerzésre. A 2010 tavaszán lezajlott magyar parlamenti választások eredményeként az országgyűlés és az oktatási kormányzat új nemzetpolitikai döntéseket hozott. A parlament május végén az elsők között fogadta el a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényt, mely a trianoni békediktátum 90. évfordulójáról megemlékezve a magyarság történetének e szomorú dátumát a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. A képviselők több mint 4/5 szavazott a jogszabály elfogadása mellett. Az országgyűlés kinyilvánította, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott Közép-Európa nemzeteinek tudatában, generációk óta a régió történelmének és politika eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója. Közép-Európa államai és nemzetei a döntés rájuk vonatkozó következményeinek megfelelően eltérő módon viszonyulnak a szerződéshez. Egyes nemzetek önazonosságuk megteremtése és kiteljesítése szempontjából meghatározó és előremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság számára Trianon a 20. század legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk, a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtt álló történelmi feladatok megoldására. A trianoni döntést nagy hatalmak hozták egy alapvetően hibás politikai stratégia mentén, és aligha vonható kétségbe, egészében igazságtalanul. Trianon elsősorban azért következett be, mert az osztrák-magyar monarchia elvesztette a háborút, és a győztesek a vesztesekkel soha, különösen a 20. században nem bántak könyörületesen. A nemzetek önrendelkezési joga nyílt és igazságos békéjének megvalósítására nem volt sem tér, sem akarat. A megcsalatottság érzése e vonatkozásban mindenképpen jogos. A monarchia megszüntetése csak a háború végén dőlt el, ám események sora vezetett hozzá. Károly békekísérleteinek lelepleződése és kudarca, a Brest-Litovszki béke a németek és a szovjet Oroszország között, továbbá az 1918 májusi spályi egyezmény, amely Németország és a monarchia közötti gazdasági, politikai és katonai együttműködés mélyítette el, fenyegető jövőképet festve a még harcban álló Antant hatalmak számára. Annak az elképzelésnek az életképtelenségét, hogy közép-európai kisállamok és középhatalmak szoros katonai és gazdasági szövetsége egyszerre vessen gátat a németek kelet felé terjeszkedésének és tartsa blokád alatt Oroszországot, a 30-as évek gazdasági válsága és a náci Németország térnyerése, majd a Szovjetunió megjelenése a térségben cáfolta. Csak hogy ezt senki nem láthatta előre. Elmondható ugyan, hogy a trianoni békediktátum is annak a nemzetépítésnek a következménye, amely a 19. század első felében indult meg a térségben, és amelynek úttörője a nemzet volt, de az is megállapítható, hogy nagyhatalmi támogatás nélkül e nemzeti emancipációs mozgalmak önmagukban
nem vezettek volna a monarchia széteséséhez. A triadoni legendák közé sorolható, hogy a párizsi békekonferencia a kommunista államkísérlet miatti büntetésként mérte Magyarországra a békediktátumot. A trianoni határok, igaz még csak szakértő bizottságokban, de már március közepére a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása előtt készen álltak. Ugyanakkor az is igaz, hogy májustól Párizsban tartózkodó osztrákok számukra kedvező, minimális módosításokat ki tudtak csikarni. A kulcs probléma valóban az volt, hogy Magyarországnak csak nem egy évig, egészen 1920. januárjáig nem volt képviselete a párizsi békekonferencián. Az is a trianoni legendák közé sorolható, hogy Törökország mintájára visszautasíthattuk volna a békeszerződést, és ellenállhattunk volna. Teleki Pál így írt Lóczi Lajosnak, és talán mégis alá fog kelleni a kormánynak ezt írni, mert éhen vész Pest, és az oláhok a Tiszáig bejönnek újra. Én ugyan ezen áldozatokat is meghoznám, de a legtöbben nem. Az is ténykérdés, bár mi nem mindig így érezzük, hogy a magyar kérdés jó, ha ötöd vagy hatodrangú probléma volt a békekonferencián. Nyilvánvalóan megelőzte Németország kérdése, a Nemzetek Szövetsége létrehozása, az orosz és oszmán kérdés, sőt a mandátumok problémája is. Az elcsatolt területekből nemzettestünk részei Erdély, Máramaros, Pártium és Keletbánság Romániához, Felvidék, Kárpátalja és Csallóköz Csehszlovákiához, Drávaköz, Bácska, Nyugatbánság, Horvátszlavonország és Muraköz, Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz, Őrvidék, Ausztriához, Szepes és Árva vármegye egyes települései Lengyelországhoz, Fiume, Olaszországhoz került. A trianoni békedöntése Magyarország területének több mint kétharmadát vesztette el, nagysága 283.000 négyzetkilométerről 94.000 négyzetkilométerre csökkent. Ami a népességet illeti, Horvátország nélkül Trianon előtti Magyarország 18,3 millió lakosából 8 millió maradt az 1920-as népszámlási adatok alapján. A Kárpát-medencei magyarság 32,5%-a, tehát minden harmadik magyar került a trianoni határokon túlra. A Trianon utáni Magyarország viszont a 90%-os magyar arányával csak nem nemzetállammá vált. Szemben a területileg nyertes úgynevezett utódállamokkal, ahol Csehszlovákiában mintegy 34%, a későbbi Jugoszláviában 17,1%, Romániában pedig 30% lett a nemzetiségek aránya, mindenütt meghatározó módon a magyarokkal. István király óta Magyarország volt a legdemokratikusabb európai ország. Itt a nemzetiség élhetett kultúrájában és nyelvében. Ha István úgy vánt volna a nemzetiségekkel, ahogyan a mostani szomszédaink, a szlovákok, románok, szerbek bánnak az ott élő magyarokkal, akkor a felvidéken nem lehetett volna Szlovákiát és Csehországot létrehozni, mert nem ismerné senki a szlovák nyelvet, Erdélyben nem élnének románok, és a délszláv nyelveket rég elfeledték volna. Összegezve, mi is lenne, lehet a teendő mindezek után? Nemzeti összefogás, erős, büszke, bölcs és független Magyarország. Tanuljunk a költőtől, Vörös Martitól. Isten segíts, népeknek Istene, tedd jóra, munkássá nemzetet, hogy amihez fog óriás keze, végére hajtson minden kezdetet, add, hogy mit emberész és kész kivíhat, ne várja mástól, mint szerencsedíjat. Ne szerencsedíjat várjunk, ne kölcsönt. Igen, ha kell, meg kell húznunk a nadrágot, de tenni, és dolgozni kell. És megtanítani a gyerekeinket három legszentebb dologra, a munka becsületét, a család becsületét, a nemzet becsületét visszaszerezni. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy együtt emlékezhetek ezen a napon önökkel. Megköszönöm, igazgató úr, mindannyiunk számára fontos üzenetet hordozó gondolatait. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diákok! Bejelentem, hogy rendezvényünk a szózat eléneklésével ér véget. Köszönöm, hogy eljöttek, jelenlétükkel kifejezték nemzeti összetartozásunk iránti elkötelezettségüket. Kérem, énekeljük el közösen a szózatot, közreműködik a Nagykun Honvéd Banda.